Csaknem 16 szerző 100 művéből nyílt kiállítás, melyet a hét elején nyitottak meg a Csemadó galériában. Az alkotások készítői azok a fotósok, akik bekapcsolódtak a Komáromi Regionális Művelődési Központ által első alkalommal meghirdetett versenybe, mely a 2012-es év fotóriportere nevet viseli. A dokumentum, illetve riport jellegű, valamint az úgynevezett street fényképek között a fekete-fehér fényképek domináltak. A fotókat egy háromtagú zsűri bírálta el, melynek elnöke Vallak László a szlovák sajtóügynökség tudósítója volt. Vzhľadom na to, že ide o autorov, ktorí nie sú členmi, až na niektoré výnimky. Tekintettel arra, hogy olyan alkotókról van szó, akik, néhány kivételt leszámítva, nem tagjai semmilyen fotós klubnak, vagyis a fényképezés nem a megélhetést jelenti számukra, azt hiszem, hogy a verseny eredménye nagyon jónak tekinthető. Én személy szerint örülök, hogy az embereket nem csupán a napnyugta, a virágok vagy az állatok fotózása érdekli, amit persze egyáltalán nem becsülök le. Szívesen megnézem az ilyen jellegű fényképeket is. De én legszívesebben az embereket kapom lencse végre. Különféle élethelyzetekben, főleg az utcákon. Az utca nagyon érdekes helyzeteket kínál. Ulica ponúka veľmi zaujímavé situácie. Bolo obdobie, keď som fotografoval divadlo a volt olyan időszak, amikor a színházat fotóztam, és az úgynevezett street fotózás némiképp hasonlít a színházihoz. Hiszen ott is kialakul, változik a történés, így a fényképésznek lehetősége van játszadozni a különféle elemekkel, így például a fénnyel, az élességgel, vagy éppen fordítva. Fotózhat emberi találkozásokat, válogathat az ilyen vagy olyan szempontból érdekes arcok közül. Az utcai vagy a riportfotózás ezért érdekes. Nekem ez a szívügyem, ezért is örülök annak, hogy sok alkotó szép, érdekes fotót hozott a kiállításra. Môžem povedať, že veľmi pekné fotografie. S počtom prihlásených prác a autorov sme veľmi spokojní. A jelentkezők és az alkotások számával elégedettek vagyunk, hiszen az első évfolyamról van szó. Egy kicsit rendszerezetten álltam az ügyhöz, mivel már április végén a Komáromi napokon rendeztünk Vallak úrral egy workshopot. Riportfotók témában. Most pedig augusztus elején Misik úrral jött egy újabb, ezúttal a streetfotók témában. Ezzel az alkotókat igyekeztünk felkészíteni arra, hogy mit fotózzanak, milyen irányba haladjanak, és milyen fotókkal nevezzenek be a versenybe. A riportfotó kategóriában Marian Faktor lett a győztes a Komáromi napokon készült fotóival, míg a streetfotó kategóriájában Toldi Zorán végzett az első helyen a Place Priority nevű alkotásával, és elnyerte a zsűri díját is. Nohi autori, ktori vystavujú na tejto výstave. Sok alkotó, akik művei itt láthatók, fényképeiket még nem is látták eddig, 30x40 cm-es formátumban, felnagyítva, kinyomtatva és a falra függesztve. Már csak ez is nagyon jó ösztönzés lehet számukra, hiszen egy olyan korban élünk, amikor az emberek megszokták, hogy digitális formában fényképeznek, a fotókat pedig adathordozókra játsszák fel, és a számítógépben nézik meg. Már csak az a tény, hogy alkotásaikat felnagyítva kiállítják, mégpedig másokéval együtt, nagyon jó motiváció. Úgy gondolom, hogy bárki, aki akarva akaratlanul betéved a Csemadó galériába, gazdagabban távozik innen. A kiállítás október 24-ig tekinthető meg, naponta 9 és 17 óra között a Csemadó galériában.